a vasútállomás környékének rendbetételében vállalt szerepet a gyulai városbarátok köre. Mindenről egy, a napokban megtartott sajtótájékoztatón beszélt Szalai György, a szervezet tagja. 22 ember vállalta azt, hogy hajlandó jönni, segíteni. Olyan gyulai emberek, akik szintén lokálpatrióták, mint a gyulai városbarátok körének valamennyi tagja, szívvel, lélekkel részt kívánt venni a munkában. Mikor kimentünk a vasútállomásra, nagy örömünkre már a vasút dolgozói részéről történtek munkálatok, és hogyha most kimegyünk a vasútra, az a áldatlan állapot, ami a sínek között tapasztalható volt, az megszűnt. A szervezet elnöke, Durkó Károly az aportéri kukákra hívta fel a figyelmet. Nem igazán szerencsés az, hogy az egykori Németh Gyula főterén, az aportéren elég frekventált helyen láthatóak ezek a kukák. Mi felvettük a kapcsolatot a város illetékeseivel, és kértük azt, hogy találjunk más jól megközelíthető helyszínt ezeknek a hulladéktárolóknak az elhelyezésére. Örömmel jelentetem, hogy 24 óra lefolgása alatt az illetékesek megtalálták erre a megoldást, erről tájékoztattak a mai napon minket. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a régi református temetőben a méteres fűtől, vadcserjéktől tisztították meg azt a sírboltot, melyben az egykori, jeles fényképész Mislei Ervin nyugszik. A Mislei család leszármazottai már nem élnek Gyulán, de a városbarátok köre megkeresi őket, hogy kezdeményezzék a rossz állapotban lévő kripta helyreállítását.